örömmel tapasztaltam azokat az eredményeket, amiket a különböző emberek produkáltak, azzal tisztességesen végezték a munkájukat. És én nagyon büszke vagyok ebben a pillanatban minden egyes kolozsvári magyar oktatási intézmény vezetőjére. Örömmel tapasztalom azt a munkát, és azt a kitartó munkát, amit a Grigorescu negyedben Jussai Mónikáék végeznek. Egyszerűen tátva maradt a számuk, hogy és a jó értelemben, tehát nem akarom, nem szeretném, hogy félreértsenek. Mikor néztem azt a munkát, amit a monastori iskolában végeznek, fiatal, jól felkészült, határozott iskolavezető. Vagy nézzük meg, hogy mi történik a belvárosi iskoláinkban, vagy épp a Gyöngyfalvi negyedben. Versenyképes gyerekek vannak, motivált a tantestület, eredményre sóvárt, és ezt hozza is ezeket az eredményeket. És egy versenyhelyzetet teremtettünk. Remélem, hogy akkor, amikor eljutunk majd oda, hogy ezt az érettség, illetve a felvételi eredményekben is megnyilvánuljon, akkor nagyon büszke oktatási rendszernek a tulajdonosaival fogunk válni. És az utolsó gondolat, amit el szeretnék mondani, az inkább azzal kapcsolatos, hogy leszeretnénk, vagy remélem, hogy lezárunk az életünkben egy olyan időszakot, amikor a különböző oktatási intézményeink közötti vitának köszönhetően mellékvágányaként kezeltük a gyerekeknek a kérdését. Itt az elmúlt napokban elég sok vita volt itt az oktatási stratégiáról, meg minden egyébről, és itt egy csomó ember akar most érdekessé válni. Én, amit a legfontosabbnak tartok ebből, az az, hogy megpróbáltuk körvonalazni azokat a teendőket, amelyek az önkormányzatnak feladatáskörével és a feladata. Én azt hiszem, hogy mindegyikünk egyetért például olyan kérdésekben, hogy az önkormányzat dolga karbantartani, fejleszteni és kialakítani azokat az oktatással párhuzamos kötelezettségeket, amelyek a mi dolgunk. Gondolok itt az érkeztetés kérdése, és nem hiszem, hogy valaki is azt szeretné, hogy nem a kornak megfelelő étkeztetésben részesüljön a gyereke. Az egészségügyi ellátásnak a kérdése. Tessék szíves megnézni, hogy milyen helyzetbe kerültünk, és nagyon sok esetben ezek a kollégák, akik nem is olyan kevesen vannak a különböző intézményekben, teljesen marginalizált helyzetbe kerültek, éppen miatt beindítottunk az önkormányzat által finanszírozott egészségügyi programokat, és elsők vagyunk ezen a téren az országban. Azt hiszem, hogy nem söpörhetjük a szőnyeg alá most már tovább a kocsmázások kérdését, nem söpörhetjük a szőnyeg alá a kábítószer kérdést, amit nem csak az önkormányzat, hanem más intézményekkel együtt próbálunk kordába tartani és valahogy limitálni. És akkor, amikor meghoztuk a szükséges döntéseket itt Kolozsvárban, akkor azóta azt tapasztaljuk, hogy számos önkormányzat követte a példákat.